Dám szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben, négy borjú jött a világra júniusban. Az újszülötteket az első egy-két hétben nem nagyon lehetett látni a kifutóban, hiszen, ahogy a természetben is tennék, megbújtak. Most azonban már mind a négy új lakót megfigyelhetik az állatkert látogatói. Csapatostól indulnak el a sok látogatók felé. Az állatok már jól tudják, hogy a vendégek érkezése általában finom falatokkal párosul. De vannak, akiket ez még annyira nem izgat. Ők a csorda legifjabb tagjai. Néhány nap után lesznek elég erősek, hogy kövessék az anyjukat, de azért most is látható még, hogy azért a nap nagy részét még is eltöltik. De nem sokára győz a kíváncsiság, és ha bizonytalan léptekkel is, de egyre inkább felfedezik majd a kifutót, és megmutatják magukat a kíváncsi látogatóknak. A négy dámszarvas borjú egyébként júniusban jött a világra. Az első egy-két hétben pedig nem nagyon mutatták meg magukat, az ösztönük ugyanis az diktálja, hogy rejtőzködjenek a ragadozók elől. Most arra viszont már mind a négyen megfigyelhetőek a kifutóban. Egy dámszarvas csapatunkban minden évben több borjú is nevelkedik. Ha alapvetően tavasszal szoktak ugye az állatkölykök születni, viszont a dámszarvasoknál rendszeresen a, nyár eleje a gyermekáldásnak az időszaka. Így ez a négy borjú is júniusban jött a világra, úgyhogy most ilyen három és négy hetes korúdi korban vannak mind a négyen. Ha a borjú kicsit is eltávolodik, a tehenek jellegzetes hívó hangjukkal azonnal hívni kezdik őket, persze a természetben ez azonnal anyjuk után sietnek, itt azért már tudják, nem sok veszély fenyegetheti őket, lehetnek egy kicsit ráérősebbek. A bikák ebben az időszakban elhagyják a csapatot, a tehenek pedig borjaik nevelésével vannak elfoglalva.